A Dombovári Sportszövetség és a Dombovár Város önkormányzatának közös célja, hogy minden utánpótlás növelésben kiemelje azokat a sportolókat, akik helyben, közösségükben példát mutatnak hozzáállásban, kitartásban, küzdeni akarásban. Pintér Szilárd köszöntötte a meghívottakat, elsősorban a sportolókat, szakmailag kiváló edzőket, sportvezetőket, és megköszönte a szülők, családok támogatását. A fiatal sportolóinknak a teljesítményét volt szerencsénk elismerni. Én ugye színpadon is elmondtam, csak ezt tudom megerősíteni. Nagyon örülök neki, hogy a sporttanács ilyen méltó módon ismeri el a fiataloknak a teljesítményét. Azt gondolom, hogy nagyot fejlődött az elmúlt néhány évben ez a szervezet, hiszen végre azt hiszem, hogy a műfázat kétharmadig megtöltöttük, és 35 kiváló fiatal sportolót volt szerencsénk kitüntetni. Szabó Csaba beszédében kiemelte azon híres sportolók példáját, akik Dombováról kerültek ki. Ilyen volt Mándli Imre, Buzánszki Jenő, Rózsa Norbert, Halmai Petra és Vindicstot Lili Anna olimpikonok. A mai napon itt az évvégéhez közeledvén egy kis számot igyekszünk adni. Kicsit ilyenkor visszaillő nézni a hátunk mögött, hogy ki mit ért el, milyen eredményei vannak, és ezeket az eredményeket értékeltük, összesítettük a Dombovári Sportszövetség oldaláról, akihez 27 sportegyesület tartozik, és itt a legjobbak közül a legjobb 35 sportoló fog díjat, elismerést kapni. A gála jól sikerült, és emelte a díjátadás színvonalát. Az est közös vacsorával zárult.